A Carp Expert, illetve az Energofish kínálatában a ponyhorgászok mindent megtalálnak, amire tulajdonképpen a horgászataik során szükségük lehet. Beszéljünk itt akár botokról, orsókról, kiegészítőkről vagy apró cikkekről. Nem képeznek ez alól kivételt az elektromos kapásjelzők sem, amik úgy gondolom, hogy a modern ponyhorgászat elengedhetetlen eszközeivé váltak. Ez a palettánk a 2024-es évben bővült, nem mással, mint a Carp Expert Max 1-es kapásjelzőkkel. Ezek a jelzők méltán élnek a Max 1-es szériába, illetve hűek a nevükhöz, hiszen minden helyzetben a maximumot tudjuk belőlük kihozni. Beszélnék akkor tehát pár szót arról tulajdonképpen, hogy mit is tudnak ezek a jelzők. Elsőként kézbe véve egy nagyon kis kompakt eszközről beszélünk, amelynek az elején három gomb található. Ezek közül a középső nagy gomb hosszú lenyomásával van lehetőségünk bekapcsolni, a rövid megnyomással pedig 5 plusz 1 hangerő fokozat közül választhatunk, melyből 5 különböző hangerőnk van, illetve egy néma fokozatunk. Szemből nézve a bal oldalon található a tónus gomb, ahol szintén 6 lehetőségünk van választani, 6 különböző hangszín közül. A jobb oldalon pedig S betűvel jelölve az érzékenység állító gombját találjuk, itt is az előzőekhez hasonlóan 6 különböző opciónk van. A jelző tetején, illetve itt az oldalsó részén magasított oldalsó villákat láthatunk, amiknek köszönhetően egy nagyon-nagyon vehemens kapás sem tudja kirántani a botunkat ebből a vájadból. Illetve ezen a magasított oldalsó villán láthatjuk szemből a 6 futóledünket, amivel egyrészről ugye láthatjuk a beállításoknak a jelenlegi helyzetét, értelemszerűen 1-estől felfele haladva egészen 6-osig. Emellett a kapásokat is futóledként jelzi, így láthatjuk, hogy ejtős vagy húzós kapásról van szó. A jelzőt megfordítva pedig elénk tárul az elemtartó, ami tökéletesen zár, így a jelző teljes mértékben esőálló. A jelzőt tovább forgatva, pörgetve, vizsgálva, szemből nézve a jobb oldalon találhatunk egy kis jack bemenetet, amibe a világító swingerünket tudjuk belecsatlakoztatni. Ez nagyon praktikusan lett kialakítva, ugyanis enyhén lefelé és oldalra néz, aminek hála a rodpodunknak a buszbárja egyáltalán nem lesz útban a swingerek csatlakoztatásakor. Természetesen szabványmenettel lett ellátva, aminek köszönhetően bármilyen leszúróba, rotpotba vagy buszbárba bele tudjuk tekerni ezeket az elektromos jelzőket. A Max 1-es kapásjelzők négyféle kivetelben érhetőek el. Simpla pink, 2 plusz 1-es, amit most jelen pillanatban horgászat közben én is használok, 3 plusz 1-es, illetve 4 plusz 1-es kivitelben, és természetesen mindegyik szethez jár egy vevőegység is, amely szintén egy nagyon kézbe simuló kis kompakt eszköz. A vevőegység 150 méterig képes kommunikálni a jelzőkkel, ez azt jelenti, hogy nagyjából 150 méterig tudjuk úgy felállítani biztonságosan a sátunkat, hogy a kapásokról semmiképpen nem fogunk lemaradni. Ez főként a vadvízi horgászatok során fontos, ahol ugye a halak nagyon érzékenyek minden egyes apró zajra, és olyankor célszerű a botjainktól távolabb felállítani a táborhelyünket. A vevőegységet megvizsgálva 6 ledet láthatunk fölül, ebből ugye eleve elfoglalna 2-t, 3-at vagy 4-et, ugye a szedben található jelzők. A maradékot pedig a szimpla pink kivitellel tudjuk kipótolni, ugyanis ezek az 1-es jelzők hozzáhangolhatóak a vevőegységünkhöz, így akár egy 6 plusz 1-es szettet is kialakíthatunk magunknak. A jelzős hasonlóan itt is 3 gomb található, egy hangerőgomb, ahol szintén 5 plusz 1 lehetőségünk van, egy bekapcsológomb, illetve egy módgomb, aminek segítségével lehetőségünk van bekapcsolni a vevőben található rezgő motort, és egy vibrálás funkciót is bekapcsolva, hogy ezzel is jelezzen, amikor éppen kapásunk érkezik. Mind a 2 plusz 1-es, mind a 3 plusz 1-es, mind pedig a 4 plusz 1-es szetnek tartozéka egy gondosan kipárnázott, praktikus portáska, ami nem csak hogy megvédi a jelzőinket, segítségével bármikor, bárhova nagyon könnyen szállíthatjuk ezeket a jelzőket. Én úgy gondolom, hogy a Max 1-es kapás jelzők a ponyhorgászok minden igényeit kielégítik, és véleményem szerint a Carp Expert paletta ezeknek a jelzőknek a képében új, nagyszerű tagokkal bővült.